Mihály napi sokadalom címmel szerveztek családi programokat a Mesevár óvodában, ahol a gyerekek által készített portékákat az úgynevezett fabatkával meg is vásárolhattak. Figyelem, közzétíteti, hogy a Mihály napi vásár ezennel megnyitati. A régi időkben a kisbíró nyitotta meg a vásárokat. Ezt a hagyományt szerették volna folytatni, csak eztán kezdődhetett a vásári forgatag. Tessék, tessék, beljebb, beljebb, ez a vásár, ez a legszebb, kisbírója magam vagyok, jöjjenek hát kicsik, nagyok, tornára dob, mindjárt kezdünk, hon nagyokon nevethet. Miután a kisbíró körbejárta a vásárt, megnézte, hogy mindenki kipakolta áruit, a híres céhes mesteremberének munkáit, ezt követően bárki bármit vásárolhatott. Részen itt a sokadalomban csikós bojtár, juhászlegény, komédiás, jövőbe látó asszonyság. A projekt már tavaly tavasszal kipattant a fejünkből, ugyanis a TÁMO pályázaton belül az egyetemes nevelés hirdetett egy pályázatot, amibe csatlakozott az intézményünk. Már tavasszal egy háromnapos rendezvényünk volt a Pünkösdi Sokadalom. Néphagyományokat elevenítjük fel a gyerekeknek, azt népszokásokat. A tavasz a Pünkösdről szólt, most az ősz a Mihály napi vásárhoz csatoltuk, hiszen ezek a gyerekek kevesen találkoznak a régi hagyományokkal, népszokásokkal, régi tárgyakkal, és 4 napot szántunk arra, hogy tevékenységeken keresztül megismerkedjenek régi edényekkel, eszközökkel, tevékenységekkel. 3 napon keresztül vásárfiákat készítettek a csoportok, amiket itt egy-egy petákért fognak a csoportok árusítani. És a mai nap végül is egy vásári sokadalom, amire szeretettel vártuk a családokat, volt óvodásokat, minden kedves érdeklődőt. A különböző csoportok sátrainál a gyermekek által készített hagyományőrző ajándéktárgyakból vásárolhattak, fizetés kizárólag fabatkával történhetett. Készítettem bárányt is, és a anya azt mondta, hogy azt majd neki megvesszük. Csináltam ronybabát, csináltam ostort, csináltam pulikutyát, csináltam báránykát, kötözős bárány, csináltam és ronybabát is csináltam. Miközben a bográcsban készült a gulyásleves, addig csikós bemutatónak lehettek szem- és fültanúi, kicsik és nagyobbak, akik szájtátva figyelték a bemutatót. Szerintem nagyon jó volt. És én már régóta figyelem az ilyen csikósokat. A csupán 13 esztendős Lajos lassan egy évtizede őrzi ilyen módon a hagyományt, és örömmel látogatott el a Mesevár óvodába, hogy szórakoztassa a gyerekeket. Már 9 évet csinálom, és most megkértek, hogy jöjjek el, így eljöttem, és ennyi. Mit láthatunk egyébként ma tőled? Mi az, amit bemutattál? Hát a ló fektetését, rajta csergetést, utána hasaltatást, felültetést, és ezek közben különböző pózokban csergetést. A kellemes multidézű hangulatot pedig még teljesebbé tették a korabeli zenei dallamok.